Miklovics Tomebert vagyok, a Marketing 112 kisvállalati marketing szakértője, és ebben a videóban az online marketing igazi előnyéről fogok beszélni. Az online marketing segítségével a termékeinket és a szolgáltatásainkat sokkal könnyebben elérhetővé tehetjük, a felhasználók az internet adta lehetőségek által sokkal könnyebben tudnak ránk keresni, sokkal könnyebben tudnak informálódni rólunk, a termékeinkről, a szolgáltatásainkról, és sokkal könnyebben össze tudják hasonlítani termékeinket a mi saját termékeinkkel, vagy éppen a konkurens termékeivel. Természetesen ez mindig veszélyt is jelent, de hogyha jók vagyunk, jók a termékeink, akkor ez nem jelentett problémát. A felhasználói véleményeket gyorsan be tudjuk szerezni, könnyebben be tudjuk vonni őket a termékfejlesztésbe, visszajelzéseket tudunk kérni, valóban egy kétirányú kommunikáció zajlódhat köztünk és a fogyasztók között, mindez gyorsan és interaktívan. Megváltozik az online marketing használatával a disztribúció, viszonteladók lehetünk könnyen, webáruházat építhetünk, lényegében maga az értékesítés folyamata és sebessége felgyorsul. Megjelennek az online tranzakciók, a fizetések, a rendelések, ma már lényegében szobában ülve megrendelhetjük az aznapi ételünket, a jövő heti utazásunkat, befoglalhatunk szállodákat, és ezek a tulajdonságok sokkal interaktívabbá, sokkal könnyebbé, kezelhetőbbé és ellenőrizhetővé teszik a vállalkozásunknak a működését. Mindezeket könnyebben is tudjuk mérni, mivel egy digitális világról van szó, kattintásokról, megtekintésekről szerezhetünk információkat gyorsan, és nagyon sok ingyenes eszköz van. A személyesebb hangvétel pedig talán az egyik legnagyobb előnye az online marketingnek. Azáltal, hogy személyesebb tartalmat tudunk kínálni, egyfajta állandó változatosságot biztosít a vállalkozásunk számára. A hagyományos, például egy kirakat marketinggel szemben, az online marketing akár megtekintések alkalmával, vagy tipikus felhasználók érkezésével más-más tartalmat generálhat a weboldalunkra, ezáltal a mi online jelenlétünk, kommunikációnk is sokkal változatosabb, sokkal interaktívabb lehet. A Web2 megjelenésével együtt pedig már a felhasználók képesek tartalmat generálni, saját maguk írni, visszajelzéseket küldeni, fényképeket feltölteni, így sokkal változatosabbá téve a mi jelenlétünket, a mi kommunikációnkat.